császár propagál. Most ez valami iszonyat. Én nem Vikidál Gyulára haragszom. Ez egy nagyon egyszerű, rendes ember. De az erkölcsi akadályt ott leverte. Ott leverte. Hát ő egy ilyen, nem tudom milyen tiltott zenekarnak volt a frontembere. Nyilván megbeszélték vele a dolgot, és utána a karrier így szaladt tovább. Tehát ő kivált abból a mobilizált alakulatból. Na most hangsúlyozom, senki nem haragszik senkire. De ezt az erkölcsi problémát látni kell, na ehhez nem szabad most asszisztálni. Akárki az a név. Szóval ilyen emberekkel magyar közéletet egy erkölcsileg tiszta pillanatban még csak véletlenül se próbáljunk megtölteni. De ez tényleg demoralizál. Nem kell bevetni karhatalmat, nem kell bevetni titkosszolgálatot. Ez a métej magától. Hát ez a kádári összekacsintunk. Hát ő is egy rendes besúgó. Ő is egy rendes dalnok. A Koppány is felvette a keresztséget. Hódító, csábító asszonyai farkincájára kötöttek egy kis sineget. Hát ilyen ez a Koppány vezér. Nem baj, de legalább késő most már átgondolni. Na most ez azt jelenti, hogy nem tud gondolkozni. Válságos helyzetben nem tud dönteni. Magyarul tragédiába taszítja a nemzetet. Mondta, kit választaná. És itt lehet érzékelni, hogy micsoda manipuláció van a felszínen. Elég egy jó dallam, elég egy megnyerő, mert azért Vikidál az nem akármilyen jelenség. Tehát azért meg tud ő jelenni, ha arról van szó. És ez már elég a cucli bevételéhez. Na de hogy felhorkannánk, ha mondjuk ezt Krassó, azt nem azt a nevet akartam mondani, Hesteti a haját, a Nemzetközi PEN klub elnöke volt. Íróról van szó. Hogy? Konrád György, igen. Na mindezt Konrád György mondaná, akkor viszont észrevenni. Sőt, tiltakoznánk. Na de nem Konrád György mondja. És ott lobog a piros-fehér-zöld zászló. És milyen jó, hogy azt mondja, hogy későn most már mindezt újra átgondolni. Nekünk se kell gondolkozni. Miért? Nem nagyon későn most már átgondolni. Hihetetlenül késő. Meg fog halni mindenki a csatatére, nem baj. Későn most már átgondolni. Hát egy jó hadvezér, az miről nevezetes? Olyan, hogy késő, ilyen nincsen. Van egy helyzet, és azt meg kell oldani. Ha nem tudja megoldani, nem lesz belőle Hunyadi János. Nem tudja megoldani, nem lesz belőle igazi Koppány. Most mit nem lehet ebből megérteni? Na de, visszaugrunk, még van bő 3 óránk a szünetig természetesen. Tehát még bő 3 óránk van a szünetig, most már tényleg be fogom fejezni. Hát nem ezt a vonalat akartam választani, de hogy érthető legyen, ezerféle szálon történik ugyanaz a manipuláció, ezerféle szálon. Ha nem azt a cuclit nyaljuk be, mert Kristó Gyulán azért mégiscsak látszik, akkor majd jönnek a komponisták. És milyen szépen zenélnek hozzá. Milyen ünnepélyes látni a sok piros-fehér-zöld zászlót. Hát tiltják azt, hogy magyar zászló lobogjon, és egyszer csak engedik. És arra már nem figyelnek, hogy a zászló alatt pedig nem magyarok, nem a magyar ügylóbe. Hát ilyen bőrdi trükköt, ezt már Trója védői óta lehet tudni, hogy ilyennek nem lehet bedőlni. Valóban ki volt a trójai falóban? Hát ezek a falovak, ezek a... Tehát ez nem olyan, hogy most a tömegkommunikáció idején valaki számítógépen kitalál egy új trükköt. Hanem annyira régi és ocska trükkök, és mivel az ember is ez a csodálatos, jó lelkű, naív és tiszta, ezért lehet naponta ilyen ocska trükk, mert nem feltételezem a rossz szándékot. Nem is szabad feltételezni a rossz szándékot, csak látni kell a hazugságot. Most ha nem látom viszont a hazugságot, akkor van nagy erkölcsi probléma. Az azt jelenti, hogy belül vannak zavarok. Belül vannak. Tudom, hogy kényes, tudom, hogy kínos. Mondok egy példát. Én Hanvas Bélát úgy ettem, mint a nem tudom mit annak idején. Szamizdatba lehetett hozzáférni. S voltak barátaim, akik csak azért, hogy velem ellenkeznek, azt mondták, hogy ez
hamvaskor. És akkor szinte késre menő vita, hogy ez a szent ember, hát olvasom fel neki. És egyszer csak kezembe akad az öt géniusz. Öt géniusz. És elkezdem olvasni, és látom, hát ez nem így van. Hát ez sem így van. Hát ezt én tudom, hogy ez nem úgy van. És látom, hogy hazudik. És akkor döbben meg az ember. Tehát a sciencia szakrába is hazudott. Tabula smaragdinába is hazudott. Csak mivel nem annyira pontos az embernek az ismerete, észre se vette ezt a bájolgó, és nagyon könnyen olvasható, és nagyon erkölcsösnek tűnő mondatfűzért. El sem tűnik. És ő volt az az ember, aki 1956 után, már 57 tavaszán levelet ír, és mit ír. Ő, mivel nem vett részt ezekben az eseményekben, könyvtárosi állását szeretné visszakapni. Akkor gyerekek halnak meg az utcán, és azt a büntetést kapta a sorstól, amit megérdemelt. Milyen napon halt meg? November 7-én. Na most abban az időben, ha ember volt az ember, igyekezett a halálát úgy időzíteni, hogy az ne essen április 4-ére, és ne essen november 7-ére. Tehát azért a sors néha nagyon helyre tud bizonyos dolgokat tenni. És ha először megtalálom azt a biztos fogózkodót, mert ezt nem kapjuk meg az élettől, a sorstól, hogy én magamba való bizalommal rádöbbenjek, hogy nem így van. Tehát ezt kell megtalálni. És azért nagyon meg lehet találni éppen ennek a darabnak az okán is. Minden esetre a Montekit választanál eseményeknek a másik áldozata, az tényleg maga Szent István. Azért tegyük szívünkre a kezünket. Koppány nagyon mutatós, de én belegondolok, hogy azon kívül, hogy egy nagyon tehetséges embert kedveltünk meg, és nem Koppány mutatkozott be, hát semmit nem tudok meg Koppányról. Na de ki ez a Szent Pista, aki itt is megjelent? Jó, hát jött Gizella. Most én nem kedvelem Gizellát, de tudni kell, hogy olyan családból származik, mindig a német-római császári családot emeljük ki, nagyon helyes, de van neki egy dédanyja. Na most a dédanyja kinek a testvére, vagy kinek a lánya, mert itt dúl a vita. A mi Bulcsú vezérünknek. Bulcsú vezérünknek. Tehát innen már értem, hogy Gizella miért jut itt ilyen hatalomra. Van egy dédmama. Hát minél több szülő, nagyszülő, annál több ős. Van egy ilyen csatlakozási vonulat. Tehát ez történelmi tényel. És innen lehet érteni azt, hogy már a középkor vége, Mátyás király idejében Gizivel nem tud elszámolni. Mert van egy Gizella, aki Szent Imrének az édesanyja, és van egy Gizella, aki Vazul megvakítatását és fülének kiiktatását elrendeli. Nem fér össze a két szerepkör. És már a középkor végén egy Heltai Gáspár jelzi, aki magyar nyelven ír már történelmkönyvet, hogy itt van egy probléma, Szent Istvánnak két Gizellát adott a sors. Mert kétszer házasodik, és a sors fintora, hogy a másik nő is Gizella. Na most egy biztos, ez egy nagyon érdekes magyarázat, sok mindenre választad, de hogy a problémát érzékeljük, ezt mégiscsak el kellett mondani. A másik viszont Sarolt személyére vonatkozik. Minden magyar krónika elmondja, képes krónikából idézek, 1358, Nagy Lajos király kora. Minden magyar krónika, és leginkább ez abban a korban, eltelt 358 év. Szó szerint idézett, Sarolt olyan gyönyörű szép asszony volt, hogy a tartománybéli fejedelmek szépségéről mind a mai napig énekeket, tehát ezek a lantosok és énekmondók erről zengedeznek a fejedelmi udvarokba. Na, hogy jelenik meg Sarolt? Hát először is, én nem tudom, Koppányt én nagyon kedvelem úgy amúgy, de a konfliktus érthetetlen. Hát ha a mi Koppányunk tényleg ilyen, hogy egy üvöltöző vénasszony kegyeit akarja elnyerni, akkor azt mondja az ember, hogy Koppány, hát lehet, hogy nem is négy részben kellett volna, hanem itt valami sokkal nagyobb bajból. Tehát most már figyeljünk, halmazati az ügy.
hódító, csábító asszonyaim. Ugye? Buja ingoványba húz szerelmetek, de nagyon törődött a fiatal ember, és azt mondja, hogy most hagyjatok, miért? Mert mindjárt jön Pista, akinek el kell mondanom, hogy késő most már mindezt újra átgondolni, és nagyon késő. Ez maga a tudathasadásnak a szintje. Teljes káosz és teljes tudatzavar. Na most Sarolt pedig egy ritácsoló vénasszony. Az ember ugye elképzel a Daliás Árpádházi herceget, nicsak itt rikácsol egy vénasszony. Nocsak, nocsak, házasodni akarok. Bekopog, hát koppány az koppan. Bekopog, és azt mondja, hogy kiszól Sarolt, kirikácsol, ki van ott, ki van ott. Egy deli fiatal lovag van itt. Nem baj, mondja Sarolt, mert én pedig egy öreg, vén, ronda, rikácsoló vénasszony vagyok. Koppányunk megpödri a bajszát, és azt mondja, asszonyom, a vitézi és lovagi szolgálat nem ismer korlátokat. Na most, már én is kidőlök ettől a... De most jót nevetünk rajta, mert tudunk fordítani a dolgon. De bizony erről van szó. Tehát egy teljes, tehát úgy elképzelni egy Daliás Árpádházi herceget, szerintem az arab nem is érti az ember Sarolt szerepét. Hát minden krónika elmondja, és Nemes Kürtinek erre kellett volna a szerzőket figyelmeztetni. Sarolt gyönyörű szép asszony, miért? Mert a mi Géza fejedelmünk is bizonyíthatóan kétszer házasodik. Ez nem vita téma, ezt leírja Padányi Viktor, emigrációs történetírás, és leírja Szegfű László, a leghivatalosabb, legortodoxabb, éppen Kristó Gyula közéhez tartozó szegedi társaság. Ez nem vita téma. Először egy Adalhegy nevezetű lengyel lányt vesz feleségül, Géza fejedelem, az kimegy a képből, és utána, és ami, hogy érthető legyen, olyan gyönyörű szép Sarolt, de annyira szép, hogy még Gézának is pedáloznia kell. A krónikák ilyen szálakat nem nagyon szoktak felvenni, de külön érzékeltetik, hogy Gézának nem volt könnyű. Miért? Mert ő nem úgy akarta Saroltot fejedelmségül venni, hogy én vagyok Magyarország fejedelme, kislányát azért tudod, hogy van, azért mégiscsak úgy illik. Szerelembe esett. Na most, ha valaki szerelmes valakibe, akkor leginkább mit akar elkerülni? Azt, hogy hazugságra épüljön az a kapcsolat. És addig udvarol már Géza fejedelem is, és addig udvarol, amíg Sarolt, ahogy mondani szokták, hát akkor semmi gond, akkor ő lesz az. És itt jön a második dráma és fordulat, az, hogy István pedig nagyon fiatal. Most képzeljük el ezt a drámai konfliktust. Géza kimegy a képből, ott van István, aki nagyon fiatal, de gyönyörű az édesanyja. És ilyenkor még falu helyen is, hogy érthető legyen. Hogyan nevezi a feleség, az a feleség, aki ahhoz ment férjhez, akinek van egy öccse, vagyis hogy, igen, hogy nevezik az öccsöt? Kisebbik uram. Na most ilyenkor, amikor kidől a bátyja családból, nem csak Magyarországon, akkor kiörökli meg a házasságot. Ha annyira azt hisszük, hogy na ez már túlzás, vegyük elő az evangéliumokat. Ez nem csak magyar példa, hát Jézus is belekeveredik egy ilyen konfliktusba. Jönnek a fiúk, és azt mondják, hogy a helyzet a következő. Volt egy bátyánk, volt egy felesége. Bátyó meghalt, jött a rangban következő. Ő is elvette a lányt. Ő is meghalt, jön a következő. Na, feleségül vettük vagy heten, semmi probléma nincsen, de mi lesz a helyzet ott fönt? Tehát a mennyek országába ez a nő, kinek lesz a felesége? Na, ezzel Jézus is elkacagja magát, azt mondja, hát itt azért nem ilyen szinten dőlnek el a dolgok. Mert a lélek az nem olyan már azon a szinten, tehát olyan szinten ilyen probléma már nincsen. Tehát van a kisebbik uram. Na most ki lehetett Sarolthoz viszonyítva, ha itt van a Géza fej, ki lehetett ez a koppány? Hogy szólíthatta meg Sarolt koppányt? Egyáltalán nem biztos, hogy így, de mondjuk
60-as években még egy családon